Jelen pillanatban ugye eddig az volt, amíg nem állt semmilyen kerítés itt, hogy a zöld határon át bárhol megjelentek a migránsok. Most, hogy a kerítés félig meddig el van már készülve, most már látható neki a visszatartó, illetve a terelő hatása. Katona vagyok, feladatok hajtok végre, hogy a későbbiekben ez hogy fog helytállni ez a kerítés, ezt úgy gondolom majd ez az időnek a próbája lesz. Itt a homokhátságon nagyon sok termelő érzi ennek a migráns problémának a mi voltját, érzik nap mint nap a bőrükön, gyakorlatilag amikor tavasszal kitaposták nekik a veteményüket. Hogy ne csak azokra gondoljunk, akik nyaralnak és pihennek, hanem azokra is, akik gyakorlatilag a munka dandárját végzik most a 38-40 fokos melegbe, homokon, reggel 6-tól este 6-ig gyakorlatilag a magyar nemzet biztonságáért dolgoznak. Mondja nekik, hogy indulás arra lefele. Négyen vannak. 2 kilométer. Oké, let's go. I don't know who told me there's they're starting the fence to protect to the people. I don't know. I'm a newcomer. I just came here and passed on the border this way. Hallelujah. Yeah, here. Yeah. 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 Yeah